nekem nagyon tetszik, hogy ugrálni kell, meg szeretek menni, tehát nagyon sok mindent megtudhat belőle. Megcsókolják a szép kislány, addig a rajtóba. Énekelik a legkisebb táborlakók, a dalok, mondókák száma szinte végtelen. A gyerekek egymással barátkozva tanulnak, és még párt is választhatnak maguknak. Már régóta járok így táncra, és akkor most terveztek ilyen tábort, és akkor anyával meg apával úgy döntöttünk, hogy elhoznak. Nagyon szeretek így táncolni, meg nagyon érdekesek nekem a tánclépések, meg nagyon élvezem nézni is, meg csinálni is táncolni. Csatognak a cipőtalpak, pörögnek a párok, táncos lábú fiatalok éneke zengébe a horgosi pusztát. Engem mindig érdekelt az ilyenféle dolog, hogy amilyen hagyománnyal kapcsolatos, hogy megőrizzük, és én nagyon szeretem ezt művelni, és azt mondják, hogy jól is csinálom. Imádok néptáncolni, és már alig vártam, hogy ide jöhessek, és hogy új anyagot tanulhassak. Új világokat kell feltárni a gyerekek előtt, vélik a tábor szervezői. Minél többet látnak és tapasztalnak, annál inkább el tudják dönteni, mivel szeretnének foglalkozni az életben. És nem az történik, hogy kinyitom a kaput és kiugrok az ablakon, hanem benn maradnak a házban és megpróbálják azt a művészetet megismerni még jobban. Legyen az ének, zene, tánc vagy drámajáték, tehát, vagy a színjátszás. Tehát ezek a szegmensek annyira fontosak a gyerekeknek. A tanulás mellett sok-sok pihenés és kikapcsolódás is jutott a gyerekeknek a táborban. A gyermeki őszinte mosolyt semmivel sem lehet pótolni. Yeah.